Üdvözlöm a Magyar Tévőt nézőit, Varga Attila vagyok. A Budai Várkerületben található Telefónia Múzeum számos érdekességgel várja a látogatókat. Ilyen például a Puskás Tivadar nevéhez fűződő első hazai távbeszélő központ. És akkor most nézzük meg, hogy hogyan tudunk bejutni a múzeumba. Felhívom a tárlatvezető hölgyet. Telefónia Múzeum, jó napot kívánok! Üdvözlöm, Varga Attila vagyok a Magyar Tévőtől. Jöttünk, igen. Várom Önöket. Tartsanak velünk. A múzeumon belül látható egy nagy gépezet. Mi ez? Ez egy telefonközpont, egy automata telefonközpont. Rotary 7A1-es névvel. A Magyarországon a Rotary 7A1-es telefonközpont volt az első, amit a Magyar Posta megvásárolt, 1928-ban helyezték üzembe. Abban az időben ez volt a legmodernebb és a legbonyolultabb szerkezet. Ez a központ ma is még üzemel, eredeti állapotában látható itt a Vár Múzeumban, a Vár Telefonközpont Múzeumában, és a Vár előfizetőit szolgálta ki ez a kis szerkezet. Be is tudom mutatni, bekapcsolom. Mit láthatunk itt a kis vitrinekben? Itt az első vitrinben a telefonia kezdeteinek emlékeit láthatjuk. A legrégebbi darabok közé tartozik az az úgynevezett belféle telefon, amelyik két ilyen hatalmas méretű és meglehetősen nehéz készülékből állt. Ehhez tartozik még egy, és ezzel ilyen egyszerű volt telefonálni. Ez két hallgató a mai értelemben, az egyiket a szájhoz, a másikat a fülhöz tartották, és egyszerűen a készülékeket, az ellenoldali mikrofont, úgynevezett mikrofont és hallgatót összekötötték. És mindenféle segédeszköz, központ és elem tápegység nélkül tudtak telefonálni. Hát ez volt a kezdet. Ez Bell nevéhez fűződik. Ez az úgynevezett mágnes telefon, de a történeti hűség kedvéért mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a Bell 1876-os szabadalmához nem fér kétség ugyan, de ma már az amerikai kongresszus is elismerte, hogy a telefon felfedezője Antonio Meucci olasz bevándorló volt, aki már Bellt megelőzően 5 évvel beadta szabadalmát ugyanilyen mágnes telefonra, pontosabban hát lehet, hogy a Bell jutott hozzá valamilyen módon ahhoz a szabadalomhoz, ami már akkor nem volt védett, amikor ő ezzel kezdett foglalkozni. Később aztán megjelentek ugyanilyen telefonok, meglehetősen nehéz, egy mágnes patkó van benne, ebből is két darab volt, az egyik a fülhoz, a másik a szájhoz. Ennek ugye az volt a nagy hátránya, hogy szinte csak játéktelefonként lehetett használni, hiszen nem volt telefonközpont. Két készüléket összekötöttek, ők tudtak egymással beszélni. Ez volt jellemző arra az időszakra is, 1881 előtt, amikor kezdtek megjelenni Magyarországon is a külföldről behozott telefonok. Az első telefonközpont 1877-ben létesült Bostonban. Ez tulajdonképpen nem is egy igazi telefonközpont volt, hanem egy riasztó központnak az áramköreit használta fel egy feltaláló arra, hogy a telefonkészüléket akasztott, már meglevő telefonkészüléket tett a vezeték végére, és így tudott kapcsolni a különböző helyszínek között. Itt már egy tökéletesített belféle telefon látható, amit falra szereltek. Ennek az volt az előnye a másik telefonhoz képest, hogy már hívni is lehetett rajta, volt rajta egy csengő. Ez már nagy előrelépés volt. A következő érdekes tárgy, a headset őse, ez egy úgynevezett mellmikrofon, vagy mellbeszélő, tehát egy fejhallgató, és egy nyakba akasztható mikrofon tartozik hozzá, amit a kezelőnők viseltek, akik kezelték a központot. Hát meglehetősen kényelmetlen viselet lehetett. Nézzük tovább az érdekességeket. Itt a felső telefonkészülék 1896-ból származik. Ezen olyan érdekes dolgok vannak, mint egy hallgató.
Ez egy úgynevezett kanálhallgató, így hívták, amit meg kellett forgatni, hogyha hívni akartuk a központot, az az induktor. Ez a mikrofon, amit akkoriban muszáj volt a készülékházra szerelni ahhoz, hogy megfelelően működjön, tehát nem volt még asztali készülék. Ez egy tölcséres mikrofon, szénmikrofon. A felső részen pedig egy villám levezető, egy villám hárító látható. Ülve lehetett vele telefonálni? Ülve nem lehetett ezekkel telefonálni. Ez a Deckert homolkaféle telefon, ez csak fali telefon volt. A lakások dísze volt, nagyon drága volt, 150 forint volt a kezdeti időben, ami egy mázsa kávé ára volt. Úgyhogy lakás dísze is hát az illető státuszát emelte, hogyha egy ilyen készülék díszítette a lakását. Itt kicsit odébb láthatók, még szebb készülékek is. Ez egy nagyobb méretű készülék. Itt ugyanazok a dermek megtalálhatók, a kétharangos csengő, a kanálhallgató. Ez az úgynevezett kapcsolóhorog, tehát nem volt mindegy, hogy a beszélő melyik hallgatót emeli ide. Ez a póthallgató. A póthallgatónak kettős célja volt. Egyrészt az, hogy jobban hallják a hangot, hiszen akkoriban meglehetősen gyenge volt a hang, és rossz volt a minőség, vagy egy ember tette mind a két fülére, vagy pedig másik is tudta hallgatni, ugyanúgy, mint ahogy ma is léteznek póthallgatók. Ha kinyitjuk a házat, de most nem tudjuk, akkor mögötte van hely az elem részére. Ezeknek az úgynevezett LB készülékeknek a működéséhez szükség volt elemre, amit most megforgattam, az az induktor volt. Ezzel csengette fel az előfizető a központot. Hogyha megforgatta ezt a kis kart, akkor a központban lebillent egy kis lemezke, és a kezelőnő ebből látta, hogy ki az, aki őt hívja. Ez a kis ferdelap, ez egy nagyon praktikus dolog, mivel ezek a készülékek falon voltak, és olyan magasra kellett szerelni a mikrofon miatt, hogy az szájmagasságban, átlagos magasságban legyen. Ezért ez egy írólap, ami pont kézre esett. Ez egy 10 vonalas központ. Ezek az úgynevezett esőlemezek. Hogyha az előfizető megtekerte az előbb említett induktort, akkor például lebillent a 4-es lemezke, és a központos tudta, hogy akkor a 4-es számú előfizető hívta őt. És akkor ezekkel a zsinórokkal el tudta végezni a kapcsolást. Mindig egy zsinórpárnak a két végét kellett két helyre bedugni, és akkor ezt a két előfizetőt kötötte össze. Tehát akkor minden egyes híváskor ezt neki meg kellett csinálnia? Igen, utána pedig figyelni kellett neki. Az előfizetőnek elég sok dolga volt, hát egyrészt ugye tekerni kellett az induktort, aztán néha cserélni vagy javítani az elemet, karbantartani. Azon kívül a legfontosabb, hogy a beszélgetés végén le kellett csengetni a beszélgetést. Ez azt jelenti, hogy visszaakasztotta a hallgatót, és még egyszer megtekerte az induktort. Akkor lebillent egy ilyen lemezke. És abból tudta a központ, hogy ő befejezte a beszélgetést. És akkor kihúzta a két zsinort, és ezzel bontotta a vonalat. Található itt egy ilyen homokóra-szerű valami időmérésre szolgál, szerintem mi ez? Ez a korszerű áram nélkül működő időmérő, egy homokóra, amelyik a távolsági beszélgetések idejét mérte. És még az is különleges, hogy itt egy állítható magasságú mikrofon van, hogy a különböző magasságú kezelőhölgyek optimálisan be tudják állítani a mikrofont. Érdekes még, hogy ezek a tölcséres mikrofonok, amiket néha szoktak kopogtatni, régi filmekben is látunk ilyet, az a szémszemcsék összetapadása miatt valóban szükséges volt. Ez a nagyon szép kis fali telefon, 1908-ból való. Ez a korábbiaknál díszesebb kivitelű, látszik, hogy valóban a szoba díszét képezhette. Vegyesen kemény fából, illetve fémlemezből készült, szép hajlított formái vannak, ugyanúgy egy tölcséres mikrofon tartozik hozzá, itt a jobb oldalán az induktor, alsó részén a két csengő, alul pedig láthatók azok a szorító csavarok, ahova az elmenővezetéket, illetve a telepet csatlakoztatni tudták, illetve hát a két hallgatót, a kanálhallgatót. Érdekessége, ennek is van egy írólapja, egy kis praktikus rugós szorító szorítja le a papírt, hogy telefonálás közben
ne mozduljon el, hiszen a másik kezünkkel fogni kellett a hallgatót. Később megjelentek már a korszerű készülékek, a fémházas készülékek. Ez egy EB24-es telefon az 1924-es évekből. Ez most elég csúnyán szól, letett kézibeszélő mellett kellett megforgatni a kart, és akkor a központ észlelte a hívást. Ez egy nagyon stabil, strapabíró készülék volt. Érdekessége, hogy olyan kialakítású, hogy falra vagy asztalra is lehetett tenni. Tehát ez most az asztali használat, hogyha falra tették, akkor a kézibeszélőt ide tudták tenni, és ugyanúgy lehetett használni. Ha jól látom, akkor ebben abszolút nincs semmilyen faanyag. Ez már teljesen fémből készült, ebben már nincsen fa, egyedül a nyelebakelit. Mit láthatunk itt mellettünk? Ez a múzeum egyik legrégebbi darabja, egy 78 vonalas telefonközpont. Ez egy úgynevezett keresztlemezes váltó 1882-ből, amit állva kezelt két kezelőnő, az egyik fogadta a hívásokat, a másik pedig elvégezte a kapcsolást. A hívás az úgy történt, hogy az előfizető megforgatta az otthoni készüléken az induktorkarját. Ez már egy későbbi telefonközpont, szintén LB központ, tehát helyi telepes központ, amihez induktoros telefonkészülék tartozik. Ha ezt megcsavarjuk, lehet látni, ez az előfizető készüléke, hogy a központban lebillen a lemezke, és ő az egyes előfizető. Az 1900-as évek elejétől megjelentek az úgynevezett CB központok, amihez már kisebb készülékek tartoztak. Ilyen módon már megjelentek az asztali telefonkészülékek is. Lehet látni, hogy ezen már nincsen induktor, amit meg kéne tekerni az előfizetőnek. Egyszerűen leemelték a kézibeszélőt, és az asztalnál ülve, odahajolva a mikrofonhoz tudtak beszélni. Itt pedig egy CB központ található, itt már nem esőlemezek vannak, hanem úgynevezett látjelzők, ezek a fekete mezők fehérre váltottak, amikor az előfizető felhívta a központot. Ezt már könnyebb volt kezelni a központosnak is. Itt további asztali készülékek láthatók. A kis asztali készülék mellett azonban mindenhol szükség volt fali szerelvényre. Tehát annyira azért akkoriban még nem sikerült lekicsinyíteni a készülékek belső szerelvényeit, hogy elfért volna egy ekkora egységben, ezért kellettek a külső dobozok. Ez a számtárcsa arra utal, hogy ez már a telefonközpontok automatizálását követően készült, vagyis alakították át. A számtárcsa azt jelenti, hogy automatközponthoz csatlakozott ez az ósdi kivitelű kanálhallgatós töltsérmikrofonos készülék, automata központhoz csatlakozott, akkoriban spóroltak, nem dobták ki a régi készülékeket, hanem átalakították számtárcsássá, hiszen ez ugyanolyan készülék, mint ami a túloldalon volt, induktorral és számtárcsa nélkül. Felhasználták a régi dolgokat, olyan jók, hogy ma is működőképesek. És ezek melyik évhez kapcsolhatóak? Ezek már a 30-as évekhez szintén, tehát amikor már 28-ban volt az automatizálás, attól kezdve jelentek meg a számtárcsás készülékek, illetve az átalakított készülékek. Később aztán megjelentek a kimondottan az automata központokhoz kifejlesztett készülékek. A legszebb darab az a CB35-ös telefonkészülék. Ez már egy színezett bakelit készülék, a régi feketék helyett már megjelentek a színes készülékek, a számtárcsával többféle színbe készültek, zöld, fehér, bordó, fekete színekben. Ez egy korszerűbbnek gondolt 55-ös készülék, 55-ből. Ez egy más forma tervezés, de sokkal kényelmetlenebb a használata. Nem lehetett odébb tenni, nem lehetett megfogni, de ez egy újabb típus volt. Még később megjelentek a hőre rágyuló műanyagból készült készülékek. Ez itt éppen egy olyan demonstrációs darab, amelynek plexi háza van, és lehet látni a belső szerelvényeket. Ezek már, mivel műanyagok voltak, mindenféle színben készültek.
itt egy régebbi fémlemezes típus, egy falra szerelt telefonkészülék. Ez pedig egy különleges alumíniumházas CB47-es svéd és társa által gyártott telefonkészülék. Itt a régi típusú központoknak a számláló kerete látható, ennek alapján számlázták ki az előfizetőknek az előfizetési díjat, beszélgetési díjat. Akkoriban még a beszélgetések darabszámát számlálták, úgynevezett számlálójelfogókkal. Ezeket a százas számláló blokkokat minden hónapban lefényképezték, és az előző álláshoz képesti különbség jelentette a beszélgetések darabszámát. A fönt látható fényképezőgéppel történt a fényképezés. Itt Kádár János főnöktitkári telefonkészüléke látható. Ez már egy nyomógombos típusú készülék, az alsó részben látott jelfogók ezt a célt szolgálják, a kapcsolásokat végzik. Itt már a számbillentyűzet sem számtárcsa, hanem nyomógombos kivitelű. Amikor Kádár János nyugdíjba ment, akkor a készülék egy gyűjtőhöz került, és onnan került a múzeumhoz. Itt a pénzbedobó készülékeket látjuk. Az első 1928-ból, ez a Matar típusú telefonkészülék, ez még tantusszal működött. A tantuszt postahivatalokban vagy a trafikokban lehetett megvásárolni. Valaki telefonálni akart, felemelte a kézibeszélőt, és itt a bedobó nyíláson dobta be a tantuszt, majd látni lehet ezt a mechanikai szerkezetet, ami beindította a telefonközpontot. Ha a hívott fél felemelte a kézibeszélőjét, beesett a tantusz a persejbe, azóta mondjuk, amikor kapcsolta valaki, hogy na, leesett a tantusz. Tehát, hogyha felemelte a kézibeszélőt, beesett a persejbe a tantusz. Ha nem sikerült a hívás, helyére tette a kézibeszélőt, és erre a kis polcocskára esett, majd így ki lehetett venni a tantuszt, és újra lehetett próbálkozni. Ez a lánc nem csak azért volt, hogy ne vigyék el, hanem ne szakadjon ki ez a zsinór, miközben valaki a fülkében járkál, kicsit mozgolódott, és akkor megfeszült a zsinór. Itt is egy érdekes pénzbedobó készüléket láthatunk, ami már fillérrel működött. Oldalán látunk egy piros gombot, az azért volt, hogyha nem az az illető vette fel a telefont, akit gondolt, nem nyomta meg a gombot, és újra visszaesett a pénz itt a kidobó nyílásba. Tehát úgy lehetett csak telefonálni, hogy amikor felvette a hívott fél, megnyomta a piros gombot, és akkor záródott a mikrofonáramkör. Kicsit lejjebb, ha megyünk, akkor láthatjuk ezt a megerősített román típusú telefonkészüléket. Ez a rongálások véget vásárolták ezt a készüléket, hogy nehezebben lehetett kivenni a persejből a pénzt. Ugyanis abban az időben a telefonvonalakhoz még nagyon nehéz volt hozzájutni, és az utcán lévő pénzbedobó készülékekről bonyolították az előfizetők, illetve hát az ügyfelek a hívásokat, és elég sok pénz volt a persejekben. Kicsit lejjebb, ha megyünk, láthatjuk ezeket a piros készülékeket, ezeket már később a távhívásra alkalmas készülékeket ilyen pirossal jelölték meg, ugyanis nem minden telefonközponton lehetett távhívást lebonyolítani, és így megkönnyítették a dolgukat a hívóknak, hogy a piros készülékről lehetett belföldi, illetve nemzetközi távhívást lebonyolítani. Itt ezt a kicsi szürke kék készüléket pedig úgy hívjuk, hogy előfizetői nyilvános, ugyanis belső téren, kórházakban, trafikokban helyezték el, és hát fodrászüzletekben kevésbé rongálták, ott ilyen kis egyszerűbb készülékek voltak. 1990, 22 éve, ekkor indult a mobiltelefonálás Magyarországon. A Veszel Rádiótelefon Kft. A 0660-as Veszel előhívószámmal indította ezt a szolgáltatást, és ennek a készülékét láthatjuk itt. Ez egy Ericsson Hotline típusú hordozható táskatelefon.
meglehetősen nehéz. Azt mondták, hogy a súlya 4 kiló, az ára meg 3. 3 kiló, azaz 300 ezer forint. Rettenetesen drága volt. Olyan cikkek jelentek meg az újságban, ahogy a Milli most telefonál, és az újságíró kétségbe vonta, hogy ennyi pénzért, hát hogy képzeli azt a Rádiótelefon Kft., hogy bárki is megveszi ezt a telefont. Ezzel szemben már az indulás előtt, 1990. októberében indult a szolgáltatás, augusztus és az indulás között már 600 készüléket eladtak. Pedig még nem is tudtak telefonálni. Hiányzik lett a mobiltelefon. Nagyon sokáig egyedülalkodó volt, bocsánat, nem sokáig, hanem 94-ig, akkor indult a GSM szolgáltatás, amelyik már egy korszerűbb, kisebb készülékeket nyújtó szolgáltatás volt. Egy ideig még párhuzamosan ment a két szolgáltatás, aztán a 450-es már megszűnt. Itt a pontos idő bemondó gép látható, óra, perc, másodperc, a hangos filmolvasás elvén működött, valaki felhívta a 08-at, akkor innen hallottuk az aktuális pontos időt, Greenwichi csillagvizsgálóból kaptuk a szinkronjelet. Éppen 1978-ig működött, három ilyen gép volt, és felváltva működtették a kollégák. Ez a berendezés, illetve ez a szolgáltatás, a Belváros Távbeszél üzemben volt egy olyan szolgáltatási osztály, hogy különleges szolgáltatások osztálya, ott volt a pontos idő, a tudakozó, a magnus szolgáltatások, a mese, időjárás jelentés, totolottó. Hát abban az időszakban ilyen típusú géphez ezek a szerkezetek voltak. Köszönöm a figyelmet, nézzenek és hallgassanak minket, hiszen további múzeumok bemutatásával várom Önöket itt a Magyar TV 5-ön. Viszontlátásra!